A demokratikus koalíció kiáll Pásztor Albert mellett, továbbra is támogatják a volt miskolci rendőrkapitányt, aki 2009-ben azt mondta, a városban a cigány származásúak követik el a bűncselekmények többségét. Vendégünk Őrsi Mátyás, a demokratikus koalíció országos tanácsának tagja. Jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt! Volt SZDSZ-es politikusként, mit szól ehhez a kijelentéshez egyébként? Nem csak, hogy volt SZDSZ-es politikusként, hanem mint mai DK-tagként is. Ezt a mondatot továbbra is elfogadhatatlannak tartom, és remélem, hogy többi ilyet a magyar állam képviselője nem fog soha többet Magyarországon megfogalmazni. Ami egy jó hír, ha tetszik, hogy Pásztor Albert is ezt így gondolja, és nagyon sajnálja, hogy annak idején ezek a mondatok elhagyták a száját, ez egy rémes tévedés volt, tapasztalatlan volt, kijött belőle, tényleg rémes volt. Igen, de van garancia arra, hogy esetlegesen miskolci polgármesterként majd nem hagyják el a száját ilyenek, hiszen akkor még nagyobb teher, még nagyobb nyomás nehezedik majd rá. Én nagyon bízom benne, azért mentünk egyébként tegnap Miskolcra, mert hogy mégis csak ne a, csak a médiából és a internetes, indulatos vitákból tájékozódjunk, hát hallgassuk meg őt magát, és nagyon érdekes dolgokat mesélt Miskolcról, többek között az ő rendőrkapitányi tevékenységéről, hogy egy példát mondjak. Ő, mint rendőrkapitány, nagyon sokat tett azért, hogy a romák felzárkózását elősegítse. Olyan programot indított el Miskolcon, hogy romákból rendőrtisztet faragni. Ebben sok kudarca is egyébként voltak, egyébként hibá is. Tehát úgy értem, hogy a sikertelenség... Igen, szóval mennyire volt sikeres az akció, nyilván, hogyha mégis ezt a kijelentést tette. Ebben ne menjünk bele. Maradjunk egy pillanatra még ennél a tegnapi napnál. Nagyon érdekes volt, mert együtt hirdették meg ugye a sajtótájékoztatót Pásztor Albertet, aki viszont nem jelent meg a sajtótájékoztatón. Igen. Ez milyen ez a, bizalmi ez a, indexet mutat, hiszen önöknek, a DK-nak kellett mosakodni ezután. Ez a mi hibánk volt, ön is meghirdettük ezt a közös sajtótájékoztatót, és neki vendégei voltak, miskolci lokálpatrióták, civil szervezetekkel találkozott. Ahogy mi jöttünk ki tőle, jöttek be az ajtón. És arról tárgyaltak egyébként, hogy a programját hogyan segítik előkészíteni, ez a mi hibánk volt. Tehát viszont megkérdezem, hogy a kommunikáció önök között hogy működik? Hát nézze, hogy mondjam, ez esetben nem jól működött, ez kétségtelen. Mondom egyszer, tényleg egy hiba volt, hát ezt sajnálom. Ki fog ő nyilvánvalóan állni, és erről fog beszélni. Nem hagyhatta ott azokat a miskolci civileket, akikre megbeszélt egy találkozót. Hogy került Pásztor Albert egyáltalán képbe? Jó kérdés, és fogalmam sincsen, ugye minden pártban, legtöbb pártban legalábbis a helyi szervezetek találják meg a jelölteket, az országos elnökségek legfeljebb rábólinthatnak. Én úgy tudom, hogy ezt a miskolci ellenzéki pártok együttesen találták meg, nem tudom a kezdeményezés kitől jött. Hadd mondjam előnek őszintén, először nekem is furcsa volt az jelölés. Visszaemlékeztem a régi vitákra, ezekre a tényleg rémes mondatokra. Ezért kíváncsi voltam, hogy itt most mekkora a veszély. Hát azért én nem szeretném, hogyha a demokratikus koalíció jelöltje olyan ember lenne, akit azt rá lehet fogni, hogy rasszista. Rossz mondatok elhagyhatják mindenkinek a száját. Ugye, hadd mondjam, hogy rendkívül indulatos Magyarországban élünk. Néztem az előző riportot, a tejtermelők hazáról hoztak. Olyan könnyen jönnek ki a szánkból ilyen rendkívül elmarasztaló szavak. Úgy gondolom, hogy ez egy rémes mondat volt, és hogyha egyébként ő erről tisztességesen gondolkodik, és megtanulja, hogy hogyan lehet ezekről beszélni, akkor szerintem vállalható program. Őrsi úr, én megakadtam itt egy előbb elhangzott félmondaton. A helyi szervezetnek nem lett volna kötelessége önöket, a vezetőséget tájékoztatni arról, hogy valakit miért jelölnek? Tehát, hogy önök tisztában legyenek azzal, hogy miért állnak ki valaki mellett? Hát nyilvánvalóan, amikor jelölés megtörténik, akkor nyilván erről tárgyalnak az elnökséggel, és elmondják, hogy mi szól jelölt mellett, mi szól jelölt ellen, és hát mindannyian tudtuk, hogy van itt egy kockázat, egy régi vita következtében. Hadd tegyem hozzá, hogy Pásztor Albertnek még a mostani magyarázó kifélését. Én örülök, hogy ezt elmagyarázta. Sokan kérték tőle, és azt mondták neki, hogy anélkül nem lehet jelölt, hogy ne magyarázna el. Mások azt mondták, hogy ne magyarázkodjék, szóval itt egy komplikált világban élünk. Szerintem ez a magyarázat ez részben érthető. Ebben is voltak kevésbé sikeres mondatok. Szerintem ezeket lehet kezelni abban az értelemben, hogyha mögött egyébként tisztességes gondolatok állnak, amelyeket nagyon könnyen végre futni ezekben a kisebbségügyekben. Egyébként tisztességes a rendet, a törvényességgel és az emberi jogokkal együtt képviselő politikusról van szó, akkor szerintem ő egy nagyon jó jelölt lehet. Ezt én értem, hogy ő rendpárti, nyilván egykori rendőrkapitányként ez egy elvárható történet, de az integrációban is hisz ennyire?
Hát először is beszéljük a rendpártiságról. Én nem fogadom el, hogy a rend az egy jobboldali szó lenne. Az a rend, amely a megaláztatással... Miért gondolja, hogy ez egy jobboldali szó? Tessék ki, olvasni az internetet, és sokan ezt állítják. Én nekem az a meggyőződésem, hogy a rend a törvényességgel, az emberi jogokkal egy kiváló dolog, amely mögé a demokratikus koalíció egészen büszkén odaállhat. Tehát az egy helyes dolog, hogyha ő rendpárti lesz ebben az értelemben, de az ő programja nem csak a rendről fog szólni, egy komplett programot szeretne letenni a miskolciak asztalára, amelyben a romák fölzárkózását is segíteni akarja. Azonban azt tudni kell, hogy példát hadd mondjak, ő Miskolc rendőrkapitányaként egy olyan programot elindított, amelyben romákat a rendőrségbe, munkába bevonni és ott segíteni. Ezt nagyon kevesen csinálták Magyarországon. De az előbb mondta, hogy Amerikában nem volt túl sikeres. Azt mondtam, hogy voltak ebben kudarcok és sikerek, így fogalmaztam. Egyesült Államokban ezt a programot 50 évvel ezelőtt kezdték el, még ma is döcög, de azért óriási eredményeket ért el, amit Pásztor Albert szerintem helyesen lát. Erről lehet beszélni, ez nem egy cikluson keresztül szóló történet. Olyan elképesztő szociális feszültségek vannak, amelyek egyébként etnikai konfliktusokban is átformálódnak tragikus módon, hogy ennek a leküzdésére évtizedekre lesz Magyarországnak szüksége. És hogyha ezt elkezdi Miskolcon, akkor szerintem mi büszkék is lehetünk rá. Egy viszonylag rövid választ válok, Őrsi úr, hogy miért álltak ki? Miért állnak ki? Azért, mert egy jó jelöltnek tartjuk. Megítélésünk szerint ő a demokratikus koalíció elveinek teljesen megfelelő programot fog az asztalra tenni, és azok a kockázatok, amelyek valóban, hát ezért ülök itt most a stúdióban, ezekről meg tudjuk győzni az érte, vagy az demokratikus értékekért aggódó közvéleményt, hogy egy rossz kifejezés még nem lehet az oka annak, hogy valakit leírjunk, aki egyébként kiváló elképzelésekkel rendelkezik, és én bízom benne, hogy tettével bizonyítani fog. Hát az Együtt PM-nek nem sikerült bizonyítani, legalábbis ők kihátráltak, majd a helyi szervezet nem, csak a központja, majd meglátjuk, talán meg fogják bánni ők is. Őrsi Mátyásnak köszönjük, hogy a vendégünk volt. Köszönöm, hogy itt lehettem.